Sziasztok! Ez egy újabb Kimtár adás, és ezúttal a nyugaton a helyzet változatlan új, talán már harmadik 2022-es változatot láthatjátok, hallhatjátok, ami, ha jól emlékszem, ugye streamingen ment. Hát én meg utólagosan néztem meg, nem a premierkor, de ugye ezt, ha jól emlékszem, talán eredetileg is streamingen vetítették először is, és nem volt mozi, ha jól emlékszem. Az egyik legdrágább német film, ami valaha készült, és az egyébként meg is látszik rajta. És emellett a technikai, illetve szakértői stáb is hatalmas mögötte. És tényleg egy eléggé hosszú filmről is van szó. Úgyhogy apait, anyaitban akartak adni ezúttal. És igen, a Netflixen jelent meg. Bár van benne angol, meg francia, meg német nyelv is. És pénzügyileg is azért nem csak német film, hanem amerikai, illetve angol koprodukció is. De összességében németek készítették. A rendező is Edvard Berger, egy viszonylag népszerű német rendező, illetve itt vannak olyan nevek, mint például Daniel Brühl, vagy Brühl. Ugye őt nagyon sok filmből ismertitek, például Kokály ugye az Amerika Kapitány polgárháborúból, ugye sokan mindenképp, mint a Nemesis, a gonosz karakter, aki egy egyedi gonosz karakter volt ebben a Marvel franchise-ban. De még nagyon sok más német korábbi sikerfilmben szerepelt. Érdekességképp a filmben szerepel Clive Barker, ami engem rohadtul meglepett. Tudjátok, az a Clive Barker, aki a Hellraiser-t és egy csomó más horrortörténetet kreált, vagy például az Undying videójátéknak volt az atya, ugye a Jerichoé. Eléggé meglepő pont. Tőlem biztos, hogy annyira vártam volna ezt, hogy pont egy ilyen kőkemény történelmi drámában szerepel. Ugye ez a film eredetileg azt hiszem még a talán az ilyen 30-40-es években készült el az első változatot rohadtul korán. Majd 70-es években jött egy második változat, ami viszont nem lett akkora siker. És most igazából az harmadik nagy költségvetéssel és színészigárdával készült változat, ami láthatunk. Azt a gond ezzel a filmmel, hogy sajnos nagyon sokat szeretett volna egyszerre a 2,5 óra alatt, ami körülbelül a játék ideje. Mindent szeretett volna úgy bemutatni, hogy össze-vissza vágták az egymásba sokszor nem igazán kapcsolható jeleneteket. Maximum annyi, hogy első világháború alatt történt mindegyik, de sokszor stílusban is éreztem változásokat ezen a jeletek között. Hát ugye voltak olyan jelenetek, amelyek ugye a fronton játszottak, és eleinte azt hittem, hogy egyébként ez lesz majd a fókusza az egész filmnek, ugyanis az elején láthatjuk azt, hogy mindenki még ilyen ezve indulna a háborúba. Nagy a pozitív jókedv, és hogy nagyon pozitívan állnak hozzá, és hogy itt majd nagy nevet szerezhetnek, és hogy a hazájuk büszkesége lehet minden egyes fiatal, aki erre a küldetésre elmegy. Szinte ilyen kalandozói aranylásszerű effektusban kezdik ugye el a filmet, mert hát ugye az első világháborúnak sajnos. Ez egy fontos jellemzője volt, hogy így könnyedén, lazán leveselkedve azt gondolom, hogy gyorsan véget ér a háború, és nagy pénzzel, hírnévvel és dicsőséggel térnek haza. Így minden fiatal neki indult a háborúnak. És gondoltam, hogy végigvezetik majd ezt a csoportot, akiket megismerünk. De aztán össze-vissza ugrálnak. A filmben láthatjuk a különböző tisztekkel távolnokokat egyezkedni, láthatjuk a különböző kisebb tisztek egyezkedéseit, tárgyalásait. Láthatjuk azt, ahogy a háborút külső szemben a média és a különböző országok hogyan közvetítik egymás között. Láthatjuk azt is, ami már elég sok egyébként első világháborús filmben benne volt, ugye például az a karácsonyos világháborús film, vagy részben, amikor kimentik a lovat a hadakutyában is jelen volt ez, amikor is a német és az antant és meg a különböző ugye angol-amerikai erők ugye a németekkel együtt segítkeznek valamiben, vagy egymással buliznak idézőjelben. Tehát van egy ilyen szegmens is, és hát az is érdekes, ahogy próbálják mindezt a legnaturalistább módon és elég durván bemutatni.
A 2017-es sokan mondták, hogy patetikus, meg hogy művészieskedő, és hogy eléggé naturalista, hát ehhez képest rohadtul nem. Tehát ez a film sokkal durvább látványvilágban, naturalista látásmódban. Például öngyilkosságokat is láthatunk, meg lehetne még sorolni, tehát nagyon durva közelről. Ugye de a gáznak, a mérges gáznak a hatása, ez is a legtöbbi a film jelen van. Itt is láthatjuk, csak szerintem sokkal durvábban, mint a többi filmben. Kicsit azt hiszem, hogy ezt a húsba vágó hát ábrázolásmódot választottak a készítők, mert a 2017-ben is azért voltak durvább jelenetek, amelyek hatottak az ember lelkére eléggé durván, de nem volt ennyire explicit, nem volt ennyire véres. Tehát itt inkább csak erre mentek volna, lehet, hogy azért volt ott Clive Barker is, nem tudom, mint producer egyébként. És hát hihetetlen az is, hogy tényleg minden lovat szeretett volna egyszerre megülni a film, de hát ez nem sikerült, és ezért esett számomra egy kicsit két szék közé, sőt igazából három szék közé az alkotás, mert a 2017 az végigment egy bizonyos íven, tartotta magát ahhoz, hogy sokszor vágatlannak tűnő, vagy totálisan vágatlan jelenetek során átmutatja be főszereplőink útját a háborúban. Ezáltal kapunk egy személyes belső látásmódot és képet, de közben a nagy totálokkal, meg a különböző hírekkel, híresztelésekkel, plegykákkal, amiket hallanak közben, kicsit átlátjuk közben a háborút is. Ilyen volt a Harakutyán is, hogy a ló az igazából csak egy ilyen közvetítő szerep volt, vagy nem is tudom, hogy mondjam nektek, hogy igazából csak a háttér volt, és a háborúnak különböző szegmensét láthattuk, természetesen legfőképp főszereplőnket, a lovat, illetve a gazdáját, de azért voltak itt még fiatalok, még gyermekek is, akik középpontba kerültek, de max. Ez a 2-3 szám volt, és azt különböző szegmensében a háborúnak és idejében a háborúnak, és különböző területeken láthattuk végigvíve, ahogy a 2017-ben is. Nem éreztem azt, hogy kiesik a fókusz, a gyeplő a rendező és a producerek kezéből, vagy a forgatókönyvek kezéből. Itt viszont azt éreztem, hogy össze-vissza, amit a kapkodtak volna, nem tudták volna ide-oda éppen hova vigyék a kamerát, milyen jelenetek, milyen helyzetek és milyen karakterek kerülnek éppen középpontba. A közös szereplő az egyértelműen a brutalitás, illetve a már említett naturalista durva látásmód. Ami persze tényleg ilyen durva volt egyébként az első világháborúban, tehát sajnos volt mit megfogni ilyen téren, és hát nem éppen hát gyenge lelkületőknek és szüleknek ajánlott a film, mert nagyon durva ilyen szempontból, de nem érzem azt az egységes ívet, azt az egységes látásmódot, az eleje, közepe, vége effektust a filmnek, ami mindig nem volt 17-ben, 2017-ben, vagy a Hadakutyával. Gics az talán annyira nem volt egyébként a filmben, mint például a Hadakutyában, bár szerintem, és most sokszor elmondtam, a Hadakutyában sincs annyi, mint amennyire sokan mondják, és azt láthatjuk is, hogy az IMDb meg a Rotten azért nincsen rossz véleménnyel, se a kritika, se a néző, de azért mégis nagyon sokan mondták, hogy tele van giccsel. Na ez a film, ez egyáltalán nincsen, még a vége is eléggé durva, nem éppen az a felemelő vég véleményem szerint. Igazából a háborúnak a borzalmait akarta átadni, már a régi változatok sora is, de ez a film azzal, hogy még durvább látványvilág lehetett, hiszen nagyon-nagyon sokat költöttek rá a németek, és ezen kívül a naturalis ábrázolásmód is csak ezt erősíti, és beleég ilyen szempontból az elméjébe, a néző szemébe bizonyos pár jelenet. De nekem jobban tetszett a 2017-es Hadakutyán ilyen szempontból is, a fényképezés metódusa tekintetében is, illetve az, ahogy rendezték. Persze mind a kettő volt egy kis pátosz, egy kis ilyen dicsőítés, vagy nem is tudom, egy gics faktor egy része, de mégis sokkal nézhetőbbek, úgyhogy közben megkapjuk a mondani valókat, ugyanúgy megkapjuk a durva lelki hatást, ami ahogy hat a film, csak egyszerűen nem annyira durva, nem annyira véres, nem 18 pluszos a kinézete, úgymond, attól még átérzi a néző, hogy mi volt ott, és sokkal jobban megfogta egy-egy karakternek a szálát, és ezt végigvitte a háború során itt. Itt is persze a részben végigviszik egyes szálakat, de valahogy annyira megtöredezett azáltal, hogy össze-vissza vágnak ide-oda. Egyébként nekem általában a vágás sosem tetszett ennek az alkotásnak, a többihez képest, ami az első világháborúról szólt, és a rendező is
módja sem. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de nekem ez egy közepes film lett. Igazából kicsit sajnálom, mert többet vártam volna tőle, és nagyon nagy volt a hype is, meg hát ugye a BAFTA-n iszonyat sok díjat kapott, de hát sajnos nem annyira jó az alkotás, mint amennyire mondták. Nekem mondjuk már az első eredeti változat, illetve a 70-es a főkép nem volt a kedvencem, tegyük hozzá. Szóval annál talán jobb egyébként ez a rész, az alkotás, az a harmadik változat, de nem sokkal. Tehát nem nagy differencia van a régi alkotások is elkezdett. Egyszerűen túl töredezett, túl sokat szeretne egyszerre markolni, és túl naturalista, fogalmazhatok így. Ennyire, hogy csináltak volna egy durva dokumentumfilmet a történésekről, ugye 18 pluszos dokumentumfilmet, szerintem, hogyha ha csak ez a lényeg. A háború szörnyűsége ilyen látásmóddal, vagy látványban azért a legtöbb eddig filmben is jelen volt. Akár a másik világháborús tekintetében is azért eléggé durva dolgok történtek ott, de nem éreztem azoknál se azt, hogy erre központosítanak. Itt viszont sajnos ezt éreztem. Úgyhogy ez sajnálatos, de dicsőjük meg a színészeket egyébként, mert Daniel Brühl és a többiek elég jók voltak. Bár nekem színészileg is jobban tetszett amúgy a kicsit letisztultabb ilyen hadakutyán, illetve a 2017. Sokan mondják, hogy ez mesterkét, de szerintem rohadtul nem mesterkét. Az, hogy most van egy fix kameraállás, vagy ez a Saul fiaszerű látásmód, az nem teszi mesterkét a filmet, főleg azért, mert egy nagyobb képet kapunk, úgyhogy miközben személyesebb hangvételül a történet, mégis kapunk egy nagyobb képet szó szerint is a történésekről, azoknak a hatásról és a szerencséről, mert a háború mennyire fontos volt, hogy a szerencse az egy nagyon durva faktor volt. És itt ezt se éreztem egyébként, itt inkább az őrületet, a káoszt, a brutalitást azt éreztem, de valahogy a szerencse faktort annyira nem. Pedig ez egy nagyon fontos elem volt szintén az első világháborúnak és az ilyen filmeknek is korábban. Itt valahogy ezt annyira nem igazán éreztem. Tudod, ti hogy vagytok vele, véleményezzétek a filmet a kommentekben. Én nekem egy kicsit csalódás lett a film, pedig vártam, mert jó hírek voltak róla, jónak tűnt az előzetes. Az első-második világháborús filmek nagy részét általában kedveltem. Nem az a korszak a kedvencem egyébként a történelemben, bár a történelmet szeretem, de azért ezeket a filmeket meg szoktam mindig nézni. De eléggé változó a minőségük, és itt is azért érződik, szerintem, egy kicsit a profizmus hiánya. Ugyan a költségvetés már közel volt, ahhoz, ami az előző említett filmeknél is jelen volt, de valahogy a profizmus az annyira a szakmán belül nekem nem érződött. Teljesen. Nem volt annyira egységes, nem volt olyan egyképű, nem volt olyan jól végigvitt, mint azok a filmek. Egyet akartam mondani, hogy adok egy ilyen 60-65%. A film nekem csalódás volt, de azért egyszer mindenképp adjak neki egy esélyt, búcsúzom tőletek, sziasztok!